A pénzügyi nyomozók az elmúlt év során kétszer is keresztbe húzták az elkövetők számítását, és megközelítőleg 100 millió forint értékben foglaltak le adózatlan cigarettát Nyíregyháza belterületén, először egy lakóház garázsából, majd egy áruszállító rakteréből. Már ekkor feltételezhető volt, hogy összefonódott elkövetői körről van szó, mivel a cigaretta lerakatnak használt garázsnál tartózkodó hölgy a lefoglalások mindkét helyszínén feltűnt, sőt a cigaretta a szállító jármű megállításakor őt is igazoltatták. Autójában 113 millió forintot, 2000 eurót és sok mobiltelefont találtak a pénzügyi nyomozók, az ügyben ekkor három gyanúsítottat kihallgattak. Ők egybehangzóan tagadták, hogy bármit tudtak volna az áruról, a szállak azóta egy stabil tagokból álló, konspiráltan működő, adózatlan cigaretta kereskedelmével foglalkozó bűnbanda leleplezéséhez vezettek, óvatosság Bizonyítja, hogy a cigaretta szállítására használt járművek többször is gazdát cseréltek, mindig más, de az érdekkörükben álló gazdasági társaságoktól vették őket kölcsön. A pénzügyi nyomozók jövedéki termékre elkövetett orgazdaság büntette miatt összesen kilenc gyanúsítottat hallgattak ki. Két szabolcsi férfi előzetes letartóztatásban van. Az elkövetők kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők.